A megye egyik legjelentősebb agrárszakképzőbázisa a Baktalórendházi Valjádám Gimnázium, mezőgazdasági szakképzőiskola és kollégium. A több mint 50 éves múltra visszatekintő intézmény a folytatásban a felnőtt képzésben is nagyobb szerepet vállal. Egy konzorcium tagjaként indít tanfolyamokat. Közel 20 féle képzést kínálunk, közel 4000 ember tud majd ezeken a képzéseken részt venni. Ezek jellemzően OK és képzések, és hatósági engedélyeket is tudnak ezen belül a hallgatók majd szerezni, tehát T-kategóriás jogosítványhoz juthatnak, és mindenféle agráriumhoz, erdészethez, élelmiszeriparhoz kapcsolódó OK és szakképesítéseket úgy, hogy a támogatás megengedi azt, hogy 10% befizetésével hozzá tudnak jutni a hallgatók ezekhez a szakképesítésekhez. Az Agrárminisztérium fenntartása alatt működő iskola 6 másik intézménnyel nyerte mintegy 1 milliárd forintot. Közösen dolgoznak azon, hogy az érintett 6 megyében az agráriumból, erdészetből és élelmiszeriparból élők tudásszintje, versenyképessége növekedjen. A tanfolyamok májusban indulnak és 2021-22 környékén fejeződhetnek be. Mint a nyitó rendezvényen elhangzott, a megyénkben húzó ágazatnak számító mezőgazdaságban különösen fontos a folyamatos képzés, amelynek meg kell felelnie a jövő elvárásainak. A Nemzeti Vidékstratégia az a gondolkodó, önmagát fejleszteni képes emberekből álló vidéki társadalom felépítését követeli meg. Ezért fontos, hogy a már megszerzett tudást is folyamatosan frissítsék, és újakat ismerjenek meg. De emellett az is elengedhetetlen, hogy akik szakképesítés nélkül vannak, azok számára is lehetőséget teremtsünk új szakmai ismeretek megszerzésére, segítve őket ebbe a munkahely szerzésbe, illetve a munkahely megőrzésében. A helyettes államtitkár hozzátette, az agrárszakképzés elsődleges célja, hogy olyan fiatalok kerüljenek ki a munkaerőpiacra, akik kiválóan ismerik a szakmájukat, innovatívak, vállalkozó szelleműek, környezettudatos szemlélet és a piaci törvények ismerete jellemzi őket, emellett az emberi erkölcsöket is tisztelik. A hamarosan induló képzések elvégzésével a részvevők mások mellett méhészekké és zöldség-gyümölcs feldolgozókká válhatnak.